E gyakorlat címe az ember anyagszállítás szervrendszere, kimondottan az emberi szív felépítése, ezáltal a madár szív boccolása, illetve zárásként vérnyomásmérés és szívhang hallgatás. Szükséges eszközök, fehér mosztárca, rajta pecsicsészében egy darab madárszív, libaszív, kereskedelmi forgalomból származó libaszív, vagy friss, vagy lefagyasztás után kiengedett részről van szó, egy darab kés, bonckészlet, amiben van bonctű, olló, csipesz és szike, lámpás nagyító, egy pár gumikesztyű a fertőzések megelőzése céljából, egy darab stopperóra, egy darab toll, amely a laborból nem mehet ki boncolás után fertőtlenítés nélkül, egy darab mini emberi makett, egy darab emberi szív makett, egy darab vizes flaska, készfertőtlenítő, digitális vérnyomásmérő és fonendoszkóp a szívhangok hallgatására, illetve egy darab emberi torzó, és egy élő ember, akinek a vérnyomását fogjuk mérni. A gyakorlat első lépéseként nézzük már meg, hogy a szív, a madár szív, az tulajdonképpen hol helyezkedhet el a madár mellkasában, illetve hát az ember mellkasában, mert mi most az emberi szívet szeretnénk vizsgálni, úgy, hogy madár szívet fogunk felboncolni. Az emberi szív elhelyezkedése a mellkasban található, ugye elől védi a mellkas, amely áll a szegcsőből és a bordából, ez egy első védelmi réteg, utána a két tüdőfél védi, és ott helyezkedik el a szívünk, amely körülbelül akkora, mint a saját öklünk. És a szív ezáltal védett helyen helyezkedik el. A szívnek az alakja jellegzetes, csúcsban fog végződni, ez a szív csúcs. A szívbe erek mennek be, illetve jönnek ki, valójában a vér áramlik, tehát az mozog, az erek állandó helyen maradnak. A bemenő ereket ugye gyűjtőérnek nevezzük, vagy más néven vénáknak, a szívből kijövő ereket, itt pirossal van ábrázolva, azokat pedig verőereknek vagy artériáknak nevezzük. A szív fala nem más, mint szívizom szövetből felépülő rész, és tudjuk, hogy a szívizom szövet jellegzetes Y-alakú sejtekből áll. Én most szétszedtem így ezt a szíven, és nagyon szépen látszódnak benne az úgynevezett üregek. A felső üregeket pitvaroknak nevezzük, az alsó üregeket pedig kamráknak. Ahhoz, hogy a vér egy irányba áramoljon, ahhoz az szükséges, hogy az erek és a szív találkozásánál úgynevezett zsebes billentyűk, mint a saját köppen zsebe, nyit és zárás folyamán a vér egy irányba áramlását fogják biztosítani. Ezt a boncolásra nagyon szépen látjuk. Illetve a pitvar és a kamra között találunk úgynevezett vitollás billentyűket, vagy csapóható billentyűknek is nevezzük, és itt van maga a billentyű. Itt vannak az inhúrok, és az inhúrok majd valahogyan ugye a szemölcsizom segítségével a szívizom falához fognak rögzülni. A szívizom fala, mutatom, itt például a balkamra esetében nagyon vastag, és szívizom szövetből fog felépülni. A boncolás során mi a madárszívet ketté fogjuk vágni, és tulajdonképpen a pitvarokat el tudjuk egymástól különíteni, és a kamrákat, a balkamrát fogjuk elsősorban megkeresni, és közben fogunk látni vitolás billentyűt, illetve az erekbe is kimeneteménél, ha szerencsénk van, akkor zsebes billentyűket is. Nézzük, a boncolásnál mire kell figyelni. A boncolásnál nagyon fontos, hogy gumikesztyű legyen rajtunk, hiszen ha megvágjuk a kezünket esetleg szikével vagy késsel, akkor ugye már a gumikesztyű a fertőzések ellen véd, és a madár szívben lévő esetleg fertőző egységek, ha bekerülnek a vérbe, akkor ugye problémát okozhatnak, de a gumikesztyűvel ezt is megpróbáljuk előzni. A boncolás elején még megnézzük azt, hogy tulajdonképpen ez a madár szív milyen külső burkoló hártyákkal rendelkezik. Anatómiailag most a szívet így magam felé fordítom, és látom, hogy itt van ez az úgynevezett szívcsúcs. De így helyezkedik el a madár mellkasában is. Kívülről azt látom, hogy van rajta egy zsírréteg, ugye zsírszövetről van szó. Egyrészt
esetleg tartaléktápanyagot biztosíthat, de a fontos szerepe az, hogy mechanikai védelmet biztosít, illetve a főszabályzásban játszik szerepet. Ha megfogom így a szívet, látom, hogy tulajdonképpen itt vannak az erek ki- és bemenetelei. Most, hogy melyik az artéria, melyik a véna, egyelőre az nem látszik, majd azt is megbeszéljük. Viszont már itt látunk úgynevezett zsebes billentyűt, amely ugye az ér és a szív között van, és nyit, zár, ezáltal majd a vér egyirányú áramlását biztosítja. Ha nem jól működik, a vér visszaáramolhat, és véralvadást idéz elő, amely egyéb problémákhoz vezethet az anyagszállítás szervrendszerében. Tehát itt vannak az erek be- és kimenetelei. És a zsebes billentyű. A szívem kívülről látszik, hogy szép fényes. Mitől fényes? Attól, hogy kívül egy úgynevezett szívburok fogja határolni, és ha csipesszel megfújjuk ezt a szívburkot, érezzük, hogy milyen erős. Saját súlyát megtartja, a szív saját súlyát, tehát nagyon erős. Ugye mechanikai védelem az elsődleges funkciója, és utána a különböző fertőzések ellen is védhet. Helyezzük most már a bonckészletet ki a bonctálcáról, és a tálcán csak a madár szív legyen már elhelyezve. Itt bátran boncolhatunk, a kijövő vér akár merre folyhat. A boncolásnál használhatunk csipeszt, kést, illetve a harmadik, ugye a szike. A szike különösen nagy odafigyelést igényel, hiszen a kezünket könnyen elvághatjuk, illetve a combunkba is beleállhat, tehát nagyon oda kell figyelni. Ezért az egyik kezünkben mindig a csipesz van, és azzal fogjuk, rögzítjük az adott boncolandó testrészt, a másikban pedig vagy a szike, vagy pedig a kés. Az első lépésben az lenne a feladatunk, hogy ezt a madár szíváját hosszában ketté vágjuk. És ugye az a célom, hogy elválasszam egymástól a pitvarokat és a kamrákat, illetve ha lehet, akkor a bal kamrát keressem meg. Na most, mi látszik? Látszik egy nagyobb üreg, benne alvadt vért is találunk. Itt van, és látszik nagyon szépen a bal kamra fala. Ez szívizomszövetből áll, jó vastag. Ha beletesszük a hüvelykújunkat, akkor látszik, hogy tényleg elfér, és valójában a bal kamra a legnagyobb méretű üreg, illetve a fala is a legerősebb, hiszen innen a test felé fogja a vért pumpálni. Nagy erővel, nagy nyomással visszahajtom, hogy látszódjon, hogy tényleg a hüvelykújam benne van a bal kamrában. Tehát az elsődleges cél ez volt, hogy ezt megkeressük. Valahol ugye mellette lehet a jobb kamra, és érdekesség, hogy fölöttük hátul vannak az úgynevezett pitvarok. Ez valószínűleg a bal pitvar lehet. És akkor mutatom, mit is látunk itt. Itt lehet ez az úgynevezett vitorlás billentyű, és nagyon szépen látszódnak az ínhúrok is. Most sikeresen történt ugye a boncolás, tehát itt vannak az ínhúrok. És rögzülnek a falhoz. Itt még jobban látszik. A boncolás során lámpás negyítőt is alkalmazhatok, ha jobban szeretném látni, amit csinálok. Például jelen esetben. És itt tényleg, itt vannak, szépen látszódnak az ínhúrok. Éppen fogom a szikével, megemelem, és a falhoz ide fog rögzülni. Vitorlás billentyűt láttunk, zsebes billentyűt láttunk. Tovább lehet boncolni, ezek itt a pitvarok. Különböző egységeket láthatunk, és tulajdonképpen azt a részét vizsgálhatjuk meg, amelyeket mi szeretnénk. A gyakorlat másik része az pedig kimondottan a szívhangok megkeresésével, illetve a vérnyomásméréssel foglalkozik. A gyakorlat nagyon összetett, illetve a boncolás után a gumikesztyűtől elérásnak megfelelően kell levenni, tehát egyik kesztyűt levettem, másik kesztyűt, ugye ezzel a ujjammal, üvegujjammal szépen megemelve az egyiket a másikba forgatom, és az úgynevezett veszélyes hulladék gyűjtőbe helyezem, amely adott részébe van elhelyezve. A boncolt szervet a tálcán hagyom, és majd megfelelő módon a laboránsok el fogják vinni.
Következő. Itt egy eszköz, az úgynevezett fonendoszkóp, amely egy olyan készülék, amely a szívhangok hallgatására szolgál, illetve magát a szívet szeretnénk a mellkasban megkeresni. Itt van fenn a fülhallgató része, ez pedig lent maga a tapogató hallgató rész, ami majd a mellkassal csupasz bőre kerül, és így majd a szívhangokat fogjuk keresni. Kiválasztunk egy vizsgálandó egyedet, és a mellkasára helyezzük majd ezt a hallgató részt, körülbelül, ahol gondoljuk, hogy hol lehet a szív. Én közben a fülemre teszem a hallgatókát, megkeresem a szívet, megfelelő helyen dobog. Jó? Olyat csinálhatunk mi, hogy a stopperórát, a betegünk segíthet, és megnézzük, hogy egy perc alatt mekkora a szívverések száma, azaz a szisztolá és a diasztolá, hogyan követik egymást. Jó, majd a 60 másodperc végén lenyúlázzuk, és tulajdonképpen a jegyzőkönyvünkben rögzíthetjük az adatokat. Ugye a tanult szám, pulzusszám, nyugalmi állapotban egészséges felnőtt emberi 70-72, ettől kisebb önöltetés történhet. Most pedig a vérnyomást fogjuk megmérni az úgynevezett digitális vérnyomásmérővel. A vérnyomásmérő, ugye ez kereskedelmi forgalomban bárki megvásárolhatja, áll egy úgynevezett mérő testből és egy manzsetta részből. Na most ennek a felhelyezése, elhelyezése nagyon fontos, mérés közben nem beszél a beteg, ül nyugodtan, balkarját szabaddá teszi és leül a székre. Az eljárás a következő, a mérőtestet már is helyezzük, és tudjuk, hogy a vérnyomás érték az egy értékpár, felső és alsó értéket mérünk, azaz egy szív összehúzódáskor egy szisztolés érték, illetve levernyeléskor egy diasztolés érték, optimális esetben 120 higany milliméter per 80 higany milliméter. Először a manzsettát helyezzük fel úgy, hogy ez a rész alul legyen, és mindenképpen először a bal karra. Az előírás az, hogy könyök, mutatom, tehát könyök hallatnál két ujjnyi legyen, illetve ide beférjen a két ujj. És ekkor jól lazán lehelyezi oda a kezét. Most dugjuk össze a mérőtesttel a vezetéket. Nem beszél a beteg, és a mérés a start gomb elindításával fog majd indulni. A kijelző mutatja majd a szisztolés és diasztolés értéket, plusz még a pulzus számot. Egy mérés, nem mérés. Ugye ki lehet számolni, hogy egy nap hányszor ver a szív, ugye 10 000-es nagyságrendű verésről van szó, és annyi vérnyomást tudnánk itt mérni, és tulajdonképpen azok átlaga mondhat nekünk valamit a beteg általános állapotáról. Egy mérésnél kapott érték nem irányítod. Jó, az érték 113, ugye a szisztolés érték, 59 a diasztolés érték, és 69 a pulzus szám. Ugye optimálisan 120 per 80 lenne az ideális, ez a két érték között lenne 40 higany milliméter különbség, itt ugye inkább 113 per 60, tehát itt egy 53 higany milliméteres különbséget látunk. Ez még megfelelő vérnyomás érték. Egy mérés, hangsúlyozom, nem mérés, több mérésre lenne szükség.
A gyakorlat befejezéseképpen pedig mindenképpen fertőtlenítő szerrel mosunk kezet, és a tárgyakat, a használt tárgyakat a gyakorlat végén le kell fertőtleníteni. Köszönjük szépen!